A Tisza Szent Miklósi Piros Tulipán Magyar Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület 2016-ban alig tizen pár személlyel alakult. Imáron több mint 50 tagot számlál és új székházzal büszkélkedhet tavaly szeptember óta. A pár hónappal ezelőtti romos állapotoknak már nyoma sincs, hiszen az Egyesület lelkes tagjainak köszönhetően roham tempóban szépül székházuk. Szabácsi János önkéntesen vállalta a piktori feladatokat. Én nagyon örülök, hogy eddig is eljutottunk, hogy kaptunk egy széktájházat. Hogy mondja, van nekem hat szép, gyönyörű unokám, annak is a jövőben, hogy legyen valahova Elmenni. Az 1500 négyzetmétert felölelő területen az épület hátsó szárnyában többek között rendezvények lebonyolítására alkalmas közösségi terem és szabadtéri színpad. Az előső részben irodahelyiség kap majd helyet, amely előadások és tanácskozások megtartására is lehetőséget ad. Az épületen belül a tájegységre jellemző eszközök is kiállításra kerülnek, az arra alkalmas helyiségben. Az elmúlt időben, kibetonoztuk a szobákat, még egy maradt, ami nem, a laminátot leraktuk, bemeszeltük a nyilázárokat, kicseréltük azon a közösségi termen, ott a vas nyilázárok voltak, most már PVC nyilázárok vannak. Csóka község önkormányzata igyekszik minden a rekonstrukciós munkálatokhoz szükséges feltételt biztosítani. Legutóbb erőgépekkel és zúzott aszfaltal támogatták az Egyesületet. Olaj Tibor, a Csókai Községi Képviselőtestület elnöke, valamint Balázs Ferenc polgármesteri tanácsos is megtekintette a munkálatokat. Most, mint a képviselőtestület elnöke is, azon vagyok, hogy amiben csak tudunk, segítsünk a piros tulipánnak. Ugye most alakult nem egész fél éve, az őszelet megvásárolva az épület, éppen a napokban fogjuk kiírni a pályázatot, illetve ma a kultúra részére, úgyhogy itt is a a piros tulipán minden évben szokott pályázni, és idén is remélhetőleg pályázni fog és e, támogatásban fog részesülni. A tervek szerint az Egyesület megalakulásának napját tagjai idén már a teljesen új közösségi házukban ünneplik majd, június 16-án. Az épületet a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács közbenjárásával, a Magyar Kormány támogatásával vásárolta meg a Piros tulipán Magyar Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület.